Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Sportegyesület hagyományőrző szakosztályának első világháborús csoportja és a NATO honvéd biztonság tagjai, tapsoljuk meg őket gyorsan, aztán mondom, hogy itt vannak a menetben. Köszönöm szépen! Itt egy középkori haderő. Jordán Tamás már kikopott belőle. Sérült, úgyhogy aki most őt helyettesíti, az opció, a fekete, hogy hívják ezt? Lószőrrel díszített sisakjába. És a fegyelmező eszközzel a kezében, ami az egyik felén egy olmos gömb, a másikon pedig szúrni lehet vele, ha valaki esetleg nem úgy viselkedne, ahogy ő szeretné. Ez volt tehát a Szavária Légió Egyesület Szombathelyről. Meg lehet tapsolni esetlen. Hát, ha még itt vannak, akkor beszélek a felszerelésükről is egy kicsit. Eredetileg a régióban úgy volt, hogy aki régiósnak jelentkezett, annak magának kellett állnia a felszerelését, ezért nem volt valami egységes. Gaius Marius nevéhez fűződik a hadsereg egységesítésének gondolata, aki 104-ben, most nem tudom, hogy Krisztus előtt vagy után, de az első században, akkor Krisztus után volt. Egységesítette a hadsereget, és ezt a kort jeleníti meg a szavárja. Nézzük meg, ki ez a jó képzett narrátor. Nagyon szépen, nagyon autentikusan. Ami rajtuk van, az körülbelül ugyanaz, mint amit annak idején rómaiak is viseltek. Amiből isznak, az szintén, és amit isznak, hát az sem víz. Vízből kaptunk már éppen eleget az idei karneválon, nem is csodálom. Amúgy egy ilyen páncél súlya körülbelül 10 kg, a sisakot hozzáveszünk, az 2. A skótumot, pajzs, a pajzsot nem tudom, de azt tudom, hogy 3 réteg fából készült, zsörrel bevonva, és a közepén van egy elég nehéz fém, umbónak nevezett közép, amiről nagyon szépen le tudnak pattanni a nyilvesztők. Nem tudom, hogy miért nem indulnak tovább, én még tudok róluk beszélni. Nyugodtan mehettek el. Szerintem a rendőrök nem engedik tovább.
hajtunk egy kis adót. Na jó. A navosok. Engem ne raboljatok el. Szerzete! Kulta egy pillanat! Szor! Szerzete! Ed! Dextrem! Zanfirescu. És jön a következő liga, rajta pedig, jaj, köszönöm. Kérei Tamás, a Szemária Köszönöm Alapítvány Karnevál kuratóriumi elnöke és Szomer Ildikó Karnevál igazgató. Bocsánat, fordítva kellett volna a liga. Karnevál elnök felőségei, változatunk. És még egy légió, a Légió Brigéció Egyesület Komáromból. A Duna jobb és bal partjára lőtték a Limes, a határ. Amint látjuk, az ő felszerelésük már nem olyan egységes, ők már a 4. századból érkeztek ide a légiósokhoz, az első bőrből. Nem egy csúnya halál, ez egy történelmi karneválon. Mondjuk ez egy védekezés. Ez egy védekező alakzat, amit most bemutatnak. Pedig azt hittem, hogy lesz valami. Ezek a tribunszámok. Aspetta, az a várja, olaszul. Ez már egy támadó alakzat, és ezzel elvonulnak előre. Köszönjük szépen, Légió Brigéció. Légió Prima Antúrkész. A Brigéció az izé, ott légfrissít a vécében 44-ben. Tehát Komáromból érkeztek hozzánk. Szintén a 4. századból, illetve Róma bukása előtt nem sokkal. Azért bukott a Róma, ennyien voltak csak. Ők is tudják még ezeket. Mekkora flex korom? Na, mondom én, hogy lesz valami. Action. Retro! Azt mondta, hogy retro, meg azt jelenti, hogy vissza. Jó, hogy nem cúrik. Miért drukkolsz annak a közönségek megszámolják? Nem tudom, azt hiszem, hogy megszerkezettem a felettes kertben. Majd lesz
tehát akik lőnek is erre fel. Háromszor volt a gladiátor játékon a három nap alatt, és a közönség azért szomjas volt, egyes sem vagyok jelenleg.